A Demokratikus Koalíció kihelyezett frakció ülésének záró eseményeként utcafórumot tartott a párt elnöke az Avasalján szerda délután. Gyurcsány Ferenc elmondta, a párt tagjai minden hónapban ellátogatnak majd egy-egy megyébe. Mint mondta, a sort azért Miskolccal kezdték, mert vasárnap időközi választást tartanak a hármas számú választókerületben, ezért jelenlétükkel és a kampánnyal Sebegazdik Juditot szerették volna támogatni. Szerdán Miskolcon tartotta kihelyezett frakció ülését a Demokratikus Koalíció. Az esemény zárásaként délután utcafórumot tartott a párt elnöke. Ébredjen fel az országnak az a fele, amelyik változást kíván. Gyurcsány Ferenc elmondta, a párt tagjai minden hónapban ellátogatnak majd egy-egy megyébe. A sort pedig azért Miskolccal kezdték, mert szeptember 25-én vasárnap időközi választást tartanak a hármas számú választókerületben. Ezért jelenlétükkel és a kampánnyal Sebegazdik Juditot szerették volna támogatni. Mi készen állunk arra, hogy ebben a küzdelemben elől menjünk. Készen állunk arra, hogy mutassuk az országnak egy másik utat. A politikus elmondta, szerda délelőtt Miskolc polgármesterével is találkozott. Gyurcsány Ferenc imponálónak nevezte a Veres Pál által vázolt terveket, a megvalósításhoz viszont szerinte stabil többségre van szükség. Ezt a többséget az elmúlt időszakban az az oldal biztosította a polgármesternek, a városnak, amelyhez mi is tartozunk. Én azt gondolom, hogy azok, akik azt akarják, hogy a város tervei a lehető legnagyobb biztonságban teljesülhessenek, azoknak érdemes ezt a többséget megerősíteni. A fórumon a DK elnöke a nemrégiben felállt árnyékkormány céljára és feladataira is kitért. Gyurcsány Ferenc úgy fogalmazott, van egy politikai párt, ami alternatívát mutat. Hangsúlyozta, az árnyék kormány legfontosabb küldetése, hogy visszaadja a reményt, hogy lehet jól vezetni ezt az országot.